megemlékezés a roma holokausztról. A II. Világháború cigány áldozataira emlékeztek. Csak csajok tábor. Egyhetes tábor csak lányoknak. Bükköst Fest először. Erdélyi életforma a Csík zenekarra a Somogy Bükkösdön. Jó estét kívánok, Szabó Fanni vagyok. Ez a Kanizsa TV híradója július 28-án pénteken. Jöjjenek a részletek! Megemlékezést tartottak a roma holokauszt 79. évfordulója alkalmából ma délelőtt a Vár utcai emlékműnél. A nagykanizsai roma nemzetiségi önkormányzat 1991-ben emeltette az ifjúsági parkban a holokauszt emlékszobrot, ahol minden évben leróják kegyeletüket a II. Világháborúban elhunytak előtt. 1944. augusztus 2-án egyetlen éjszaka alatt több mint 3000 romát végeztek ki Auschwitz-Birkenau-ban. 1972-ben volt az a cigány világkonferencia, ahol ezt a napot nemzeti emléknappá nyilvánították. Teleki László, a roma önkormányzat elnöke hangsúlyozta, azért tartják fontosnak minden évben megszervezni az eseményt, hogy az akkori tettek ne forduljanak elő többet. Mi is azért tartjuk fontosnak, hogy megemlékezzünk a roma holokauszt áldozatairól, mert azt gondoljuk, hogy az a népirtás, ami akkor volt, elfogadhatatlan. Abban az időben is elfogadhatatlan volt a demokraták számára, és most pedig azt gondolom az egész ország számára elfogadhatatlan, teljesen minden milyen politikai színezetet nézünk. Akik demokraták, azok elutasítják azt, hogy újra megismétlődhessen az a népirtás, ami akkor megtörtént 1944. augusztus 2-án. A II. Világháborúban több ilyen alkalom is volt, de ekkora létszámú romát egyszerre egyetlen egy éjszak alatt nem végeztek ki. Ezért is tartják fontosnak az emlékezést és az emlékeztetést, hogy ezek a borzalmak ne ismétlődjenek meg. Fontos tisztában lenni a múltunkkal, és nem csak a szép emlékekkel, hanem azokkal a tettekkel is, amik az egész emberiség számára tényleg egy borzasztó tettek voltak. Gondolok itt most a holokausztra, akár a zsidó emberek, akár a roma emberek, akár a homoszexuálisok, akár a politikai üldözötteknek, és azért kell emlékezni ezekre a dolgokra, hogy soha ne fordulhasson többet elő. Az esemény végén a jelenlévők a holokauszt szobornál elhelyezték az emlékezés koszorúit és a kegyeleti virágait, és közös gyertyagyújtással emlékeztek az áldozatokra. Kanizsa kaland címmel hirdett nyári kalandtúrát a Nagykanizsai Család és Gyermekjóléti Központ. 20 izgalmas kihívás várja az általános és középiskolásokat és a családokat egyaránt július 15 és augusztus 15-e között a város számos pontján. Január 1-én szűnt meg a Nagykanizsai Család és Gyermekjóléti Központ által működtetett Csellengők háza. Az ehhez az úgynevezett önálló szakmai egységhez tartozó feladatokat szeretné az intézmény a továbbiakban is végezni. Ezek nagy részét a gyermekvédelmi szolgálat részeként valósítják meg, melyhez pályázatokon is próbálnak forrást találni. Ennek egyik eleme a kalandtúra, amelyet a Lokomotív Közösségi Alapítvány támogatásával hívtak életre. A Kanizsa kaland kihívásait teljesítő között mozi jegyeket osztanak ki, mondta híradónknak Mészáros Adrián, a Családsegítő Központ intézményvezetője. A Kanizsa kaland lényege, és ami talán a legnagyobb erőssége, hogy nem egy kimondott a helyhez kötött programról van szó. 20 állomás, 20 program lehetőség várja a fiatalokat, amit saját időbeosztás szerint teljesen rugalmasan július 15 és augusztus 15-ek között kell megvalósítani. A programmal az volt a célunk, hogy egy kicsit kimozdítsuk a gyerkőcöket az online térből, a telefonok, számítógépek világából, de mégis egy kicsit összekapcsoltuk, hiszen a fotózás, a montázs, különböző videók készítése is a programnak és a feladatoknak része. A szervezők a szabadidő hasznos eltöltését próbálták ötvözni azzal, hogy a fiatalokat kiszakítsák a telefonok, számítógépek által uralt virtuális térből. Stábunk a három kötött program közül a közös társasjáték kihívásra érkezett a szervezet épületébe. Szerintem jó dolgokat lehet itt csinálni, jók a társasjátékok is, és hát mondták is, hogy jól fogom érezni magam, ezért eljöttem. A kanizsai kulturális értékek megismertetése mellett fejtörők, kvízjátékok, keresztrejtvények, titkosírás megfejtés, nyomkeresés, állatsétáltatás is szerepel az állomások között. 5 intézményt vontak be a kalandtúrába, ahol idézeteket helyeztek el, melyek összegyűjtése is az egyik feladat. Én ma azért jöttem erre, mert anyukám mondta, hogy biztos jól fogom magamat érezni. Hát
ez így is van, megszereztem egy barátot is, szóval végül is jó. Igazából valamilyen képes társasjátékot próbáltunk ki először, ami nagyon tetszett, és szerintem nagyon jó ez az egész. Rozi, a kutyasétáltatást szeretném mindenképp teljesíteni a sok lehetőség közül. A teljesítendő feladatok részletes leírása megtalálható a Nagykanizsai Család és Gyermekjóléti Központ Facebook és Instagram oldalain egyaránt. A RAFI tehetségműhely és tanoda szervezésében idén is megvalósult a Csak Csajok tábor, aminek most is nagy sikere volt. 23 általános iskolás kislány vett részt a héten a táborban, ahol színes, igazi csajos programokkal készültek a szervezők. Csapatokat alkottak a lányok, és különböző feladatokat kellett teljesíteni a hét során. Az pedig a mai nap derült ki, hogy ki teljesített a legjobban. Nagy sikere volt a képeslap készítésnek, amit saját kezüleg készítettek a lányok, és fel is adták őket a postán. De jártak piacon, moziban, a természetben, és sok-sok csajos foglalkozással próbálták a táborvezetők színesíteni ezt a hét napot. Ez mindig nagy sikert arat, mert itt nincsenek fiúk, és ugye így nem kell állandóan focizni menni, vagy éppen videójátékkal játszani, így jut idő a héten hajfestésre, manikűr, pedikűre, egy kis hajfonásra, meg minden olyan kézműves projektre, amit a lányok nagyon kedvelnek. Ékszereket készítettünk táskerök kulcs tartónak, ásványékszerekkel, több vendégünk is volt, terápiás kutyás foglalkozáson vettek részt a lányok, illetve ma pénteken pedig zárásként a Csonakázon tón van egy túrás játékos állomásos feladatsor. Faragó Emília már másodszor érkezett a táborba, nagyon szereti a sok érdekes és főként csajos foglalkozásokat. Idén a hajfonás és a hajfestés tetszett neki a legjobban. Volt most ilyen kincsvadászós, hogy kellett barangolni a csónakázóton, voltak különböző helyszínek, ahova kellett menni, például itt a szigeten, vagy a kilátónál. Ezen kívül még ugye lett volna szerdán strand, csak az idő miatt nem tudtunk menni. Kovács Hanka sem először jött a táborba. Ő azért ajánlaná másoknak, mert szerinte nagyon sok és jó programon vehetnek részt a héten, és barátokat is lehet szerezni. Már egyszer voltam ezen a heten kívül tavaly, és a szemháborúzás tetszett a legjobban. Többen voltak, akik először érkeztek a táborba, de a sok jó élmény miatt biztosak benne, hogy jövőre is itt szeretnének lenni. Még nem vettem részt ebben a táborban, de jövőre ide fogok járni, és ajánlották a tábort, és tetszett, hogy csak csajok, és ezért eljöttem, és nagyon tetszett. A legjobban pedig ez a csótós feladat tetszett. Anya mondta, hogy van, és akkor tetszett a név, ezért eljöttem, és nekem is ez a csótós. A RAFI tehetségműhely és tanoda következő tábora a Természetbúvár, amely augusztus 7-én indul. Az eddigiek alapján valószínű, hogy ez is izgalmas programmal várja a fiatalokat. Most pedig nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Elkezdődött az őzek násza. Szerelmes bakok és suták veszélyeztetik a közlekedőket. Bükköst Fest először. Erdélyi életforma a Csík zenekarra a Somogy Bükkösdön. Elkezdődött az őzek párzási időszaka, amely augusztus közepéig tart. Pál Tamás, a Zalaerdő ZRT vadászati felügyelője kiemelte, ilyenkor az állatok viselkedése megváltozik, kimerészkednek a közutak közelébe. Ez pedig óvatosabb magatartás követel a sofőröktől. A népi mondások szerint az őzek nászának időszaka július 26-tól augusztus 12-ig, vagyis Anna naptól Klára napig tart. A mezei és erdei élőhelyeket egyaránt hasznosító állatokat ilyenkor az ösztönei hajtják, ezért változtatnak az életmódjukon. Az őz általában este felé és a hajnali órákban kezd el táplálkozni, a nász időszakában viszont bármely napszakban mozog. Változtat a területén, felkeresi a szomszédos revéreket, élőhelyeket, ennél fogva keresztezi az utakat, ő emberrel napközben is többször emberekkel találkozhat. Az ősztől nem kell félni, ilyenkor életmódja megváltozott, ezt tudni kell, elővigyázatlanabb,
nem olyan körültekintő, nem riad meg annyira az embertől, ha közeledik az út felé, hagyni kell, hogy tovább menjen, mert ilyenkor viszi a hajtja az ösztön. Pál Tamás tanácsa szerint az őzek ilyenkor nem riadnak meg az embertől, éppen ezért, ha közeledik felénk, hagyni kell, hogy tovább menjen. A bakok folyamatosan hajtják a sutákat ebben a periódusban, és ez számos alkalommal vadbalesethez vezethet. A szakember szerint ezek a problémák egy körültekintő vezetői magatartással elkerülhetők. Különösen nagy problémát nem okozott az őz. Közlekedési balesetek fordulhatnak elő, de itt elővigyázatosnak kell lenni mindig a vezetőknek. Számítani kell arra, hogy ebben a néhány napban, két hétben az őz bármikor, bármilyen helyzetben előfordulhat, váratlanul felléphet az útra, akkor hangsúlyozom, le kell lassítani, meg kell állni, meg kell várni, amíg elvonul. Az őzek vemhességi ideje 264 és 318 nap között változik, így előfordulhat, hogy nem csak a suták, hanem a gidák is felbukkannak az utakon. Garázdaság vétsége miatt emelt vádat és pénzbüntetés kiszabását indítványozta a Nagykanizsai járási ügyészség egy tavaly januári kocsmai verekedés ügyében. Az eset során a vádló többször is meg akarta ütni a sértettet, aki azzal tudta elhárítani a támadási kísérletet, hogy lefogta a támadó kezét. A történteket rögzítette a szórakozóhely kamerája. A biztonsági kamera felvételén látható, ahogy két asztaltársaság tagjai szóváltásba keverednek, majd lögdösni kezdik egymást. A vádlott ezt követően próbálta megütni a sértettet, aki azonban védekezett, és a támadó a hárítás erejétől földre esett, ahol felrepett a szemöldöke. Ekkor a másodrendű vádlott számon kérte a sértettet, és felszólította, hogy menjen neki a presszó elé verekedni, majd miután a vendéglátóegység alkalmazottja közbelépett, egy székkel kezdte fenyegetni ellenfelét. Nagykanizsára érkezett a Magyarországon egyedülálló vízi cirkusz társulata. A cirkusz képviselője híradónak azt mondta, hogy a válság ellenére sem csökkent a közönség érdeklődése, így arra számít, hogy Nagykanizsán is sokan látogatják az előadásaikat. Ők egyébként úgy látják, hogy ez a fajta szórakoztatás a Covid után reneszánszát éli, nagy igény van az igazi élő előadásokra. Magyarországon egyedülálló a Dunavízi cirkusz, ahol állatmentes műsort mutatnak be a közönségnek, artista, bohóc és légtornász számokkal. A cirkuszosokat is elérte a válság, ez nem kérdés, hiszen a Covid alatt működni sem tudtak. A versenyt próbálják továbbra is állni, és a sikeres szerepléshez szükségesen folyamatosan megújulni. A sok nehézség ellenére Richter Dániel, a vízi cirkusz képviselője, pozitívan látja a jövőt. Én úgy gondolom, hogy most a cirkusz valahogy mindig a reneszánszát éli, mert az élő műsor az soha nem fog kimenni a divatból. Tehát hiába van internet, televízió, valami, a közönség, a gyerekek azért csak eljönnek egy élő műsorra. A vízi cirkusz hivatalosan budapesti, de tavasztól őszig folyamatosan úton vannak. Ahhoz, hogy minden évben fenntartsák a közönség érdeklődését, mindig valami újat kell mutatniuk. Olyan produkciókat kell felsorakoztatni, amelyek minden generációt felvillanyoznak. Árulta el Richter Dániel. Úgyhogy nekünk van egy alapszéria, tehát ez az alapstratégia, hogy a vízről szól a cirkusz, és minden műsorszámot a víz köré tettünk. Nekem is a Bóz tréfáim megújulnak, így 2-3 évente picit leszoktam porolni, előveszem a régebbieket, más stílusba adjuk elő, esetleg újabbakat, vagy vannak újabb artisták esetleg külföldről, de az idei műsorunk motója az, hogy csak magyarokat mutatunk be, csak magyar artisták vannak. Ha Nagykanizsán végeztek a cirkusszal, még találkozhatnak azok, akik Zalakarosra látogatnak, ugyanis a kanizsai fellépéseket követően két hétig a fürdővárosban várják a nézőket. Egy hét múlva, augusztus 6-án első alkalommal rendezik meg a Bükköst Fesztivált a Nagykanizsától mintegy 20 kilométerre fekvő Somogybükkösdön. A népi kultúrát középpontba állító eseményen fellép Berec András mesemondó és a Csíkzenekar is. Egy évvel ezelőtt egy erdélyi utazás során fogalmazódott meg Jeszek Józsefben a fesztivál ötlete. A polgármester célja, hogy az esemény napján a látogatók ízelítőt kapjanak az erdélyi kultúrából, hagyományokból. A fellépők listáját is ezen koncepció alapján állították össze a szervezők. Ez a fesztivál szimbólumaiban, fellépőiben mindenképpen egy jól átgondolt, tematikus szervezés része, melynek során a Zalai Néptánc Együttes, erdélyi mulatságok, Székely Módra, Berec András, Csíkzenekar,
és a többi fellépő is mind Erdélyhez kötődően olyan programmal áll elő, ami részt ad ennek a kultúrának a sokszínűségéből. A tradicionális, családi, kulturális és gasztronómiai értékek megőrzése mellett fontos szerepet kapnak a helyi és környékbeli termelők portékái. Természetesen a rendezvényen a gyerekek is megtalálhatják majd a saját szórakozásukat. A szervezők 1000 fős részvételi számban reménykednek a fesztiválon. Abban bíznak, hogy egy új hagyományt tudnak elindítani az apró somogyi faluban. Gyermekprogramok tekintetében elég széles lesz a repertoár. Lesz itt bohóc show, ugrálóvár, kézműves foglalkozás, arcfestés, bohóc parádé, gyermekkoncert. A helyi termelőket pedig nagyon sok szeretettel várjuk, és örülünk neki, hogy minél több borász, sajtkészítő, esetleg olyan termékeket feldolgozó őstermelő is helyet tud kapni, akik eddig nem voltak nálunk. A programok augusztus 6-án 11 órakor kezdődnek egy búcsú ünnepi szent misével, majd délutántól folyamatosan váltják egymást a fellépők a Perszel kastély tövében felállított színpadon. A Csík zenekar koncertje 19 órakor kezdődik. Az első Bükköst fesztiválról természetesen beszámolunk későbbi hírműsorainkban. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Megemlékezés a roma holokausztról. A II. Világháború cigány áldozataira emlékeztek. Csak csajok tábor. Egyhetes tábor csak lányoknak. Bükköst fest először. Erdélyi életforma a Csík zenekarral Somogy Bükkösdön. Ez volt a Kanizsa TV híradója július 28-án pénteken. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsatv.hu oldalon. Köszönöm a figyelmet, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. További szép estét kívánok, viszontlátásra!